Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a magyar honvédség parancsnoka katonai tiszteletadással fogadta Budapesten Oleksii Reznikov ukrán védelmi minisztert és Valerii Zaluzhnyi altábornagyot, az ukrán fegyveres erők főparancsnokát. A felek a négy szemközti találkozókat követően plenáris tárgyalás keretében tekintették át a két ország aktuális védelempolitikai kérdéseit. Benkő Tibor hangsúlyozta, hogy őszinte nyílt légkörben zajlottak a megbeszélések. Őszinte nyílt légkörben zajlott a beszélgetés, mind a négy szem közté, mind a plenáris megbeszélés. Mindannyian tudjuk, hogy Magyarország és Ukrajna között a kapcsolat az sokkal jobb volt az elmúlt években, hiszen Magyarország az első között volt, sőt a legelső volt, aki Ukrajna függetlenségét elismerte, és akkor kötetett egy megállapodás, amely többek között magában foglalta azt is, hogy a Kárpátalján élő magyaroknak akár a nyelvhasználat is mindenféle szempontból milyen jogokat biztosítanak. A két ország között meglévő kapcsolatok működését és erősítését több fontos tényező is befolyásolja, emelte ki Benkő Tibor. Ukrajnának vannak törekvései, vannak szándékai, Magyarországnak és a magyar kormánynak pedig vannak elvárásai ezzel szemben. Erről beszéltünk természetesen a katonai berkeken és vonalon belül. Abban maradtunk, hogy a katonai kapcsolatokat az továbbra is fenn kell tartani, erősíteni kell, hiszen közösen veszünk részt békemissziós feladatokban, hiszen ugyanúgy érint minket, amikor mi beszélünk arról, hogy a honvédségnek mire kell felkészülni, akkor beszélünk a hibrid hadviselésről, melynek ők elszenvedői voltak, amelynek részesei voltak. Beszélünk arról, hogy hogyan, milyen formában lehet a katonai kapcsolatokat erősíteni, hiszen a Tisza műszaki zászlóaljat az 2002-ben létrehoztuk, és folyamatosan működik. Én úgy gondolom, hogy ez az őszinte nyílt légkörű beszélgetés, ez előrébb viszi majd a mi kapcsolatainkat, és én bízom benne, azt is világosan elmondtam, hogy Magyarország akkor tudja segíteni, támogatni Ukrajnát, ha Ukrajna tudomásul veszi azt, hogy Magyarország felelősséggel tartozik a határon túlélő magyarokért is.